Már nagyon régen szerettem volna foglalkozni ezzel a témával, és végre eljött az idő, úgyhogy ebben a sorozatban meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit a 10 parancsolatról megtudunk, megvizsgáljuk külön-külön minden egyes parancsolatot, és megnézzük azt, hogy ki lehet-e deríteni többet egy alaposabb kutatás során, mint ami a felszínen értelmezhető, és amit a legtöbb ember általában gondol a 10 parancsolatról. Úgyhogy ez a sorozat erről fog szólni, és remélem, hogy mindenki legalább annyira hasznosnak fogja találni, mint amennyire számomra az volt. Mindaz az információ, amelyet e videó sorozat elkészítése során összegyűjtöttem. Hihetetlen, de elérkeztünk a 10 parancsolat utolsó eleméhez, ami így szól, második Mózes Semot 20-as fejezetben: ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Ha megnézzük Tabarim 5-ös fejezetet, akkor majdnem szó szerint ugyanezt olvashatjuk, és ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, és ne áhítsd a te fele barátodnak házát, szántóföldét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Az üzenet elég egyértelműnek tűnik, az pedig az, hogy elégedje meg az ember azzal, ami az övé. Azonban ennél mégiscsak több időt kell rászánnunk. A fele barátod természetesen a reá szó, amit már megvizsgáltunk korábban, ami valamiféle közelebbi kapcsolatot jelent, nem bárkit a világon. Azonban egyértelmű az, hogy amennyiben az ember bárki más tulajdonát kívánja, az előbb-utóbb eltereli a teremtő útjáról. De akiről itt szó van, a fele barát, az egyértelműen valamilyen közösség tagja. Amit meg fogunk vizsgálni, az a kíván kifejezés, ami nem más, mint a héber szó. Strong's H 2530. Hamad. Hamad. Hamed, amely az írás során vágyakozást, valaminek a kívánalmát, illetve örömöt vagy boldogságot jelent, és ilyen formában is használja az írás. Szófaj az vagy nőnemű főnév, vagy pedig ige, és ennek megfelelően vágyakozást, kívánalmat, örömöt jelent, és ilyen módon is használja. Érdekes az, hogy a Strong's definíciója a Hamad szónak az elsősorban az, hogy valamiben gyönyörködni, úgy mint szépségben, vagy szeretni valamit, vágyakozni valami után, és örömét lelni valamiben, kívánni valamit, vagy pedig bujassággal kívánni bármit is. Akár dolgot, akár embert. A héber káldeusi lexikon szintén ugyanilyen értelemben használja. Valamiben gyönyörködni, elsősorban vágyakozni, kívánni valamit. Ha ilyen értelemben vizsgáljuk meg ezt a szöveget még egyszer, akár melyiket is nézzük, ugye az érdekes az, hogy 5 Mózes kívánd, illetve áhítsd kifejezés használja, tehát valamennyit módosítottak a 2 Mózeshez képest. A lényeg az, hogy ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy milyen szép kocsija van a szomszédnak, vagy milyen szép felesége van, milyen szép gyerekei vannak, milyen szép háza, kerítése, kertje. Ezennél jóval tovább megy. Az, ha az ember azt mondja, hogy milyen szép autó, az szeretnék egy olyat dolgozni fogok, hogy megszerezzem azt az autót, az egy egész más vonatkozás, mint amiről itt szó van. Ahogy láttuk a definíció alapján, ez azt jelenti, hogy valaki áhítozik valamire, valaki hosszantartóan ezzel foglalkozik, örömét leli ebben, és eltereli a gondolatait egy olyan irányba, hogy fölemészti belülről az a fajta vágyakozás, hogy megszerezze azt, vagy azt az embert, vagy azt a tárgyat, vagy azt a bármit, képességet, ami után vágyakozik. Ez nem egyszerűen a szépség, vagy a tudás, vagy bárminek a megállapítása, és az, hogy az emberben van egy fajta vágy arra, hogy
megszerezzen bizonyos dolgokat. Ez valami egész más, ami felemészti az embert belülről, amikor hosszú időn át ezzel foglalkozik, és örömét leli abban, hogy ugye pontosan ez a definíció, örömét leli valamiben azon, hogy ezen gondolkodik, azt foglalja el a gondolat világát, hogy vágyakozik erre a dologra, bármi is legyen az. Érdekes azt, ha megnézzük, hogy piktografikusan hogyan áll össze Khmer, ugye van benne egy het, mem, illetve dalet, ami annyit tesz, hogy a het ugye egy kerítés, a mem az maga a víz, illetve a dalet az pedig egy ajtó. A het az védelmet jelent, vagy valami, ami körülvesz bármit is, ugye a kerítés, míg a mem a vizet, ami vért vagy káoszt legtöbb esetben, illetve a dalet az az ajtó, és ez természetesen valaminek a bejáratát jelzi, illetve mozgást. Úgyhogy úgy is értelmezhetjük, de ez mindenkire rá van bízva, hogy az az ember, aki így él, vagy aki kívánja a másik tulajdonát, az annyit tesz, hogy körülveszi azt az ajtót, ami a káoszba vezet, és ilyen módon elpusztítja magát. Vizsgáljuk meg azt, hogy hol is fordul elő ez a szó. Az első előfordulása, ami általában a szavaknál nagyon fontos, hogy meghatározza, hogy mit is jelent ez Bereshit, második fejezet, amikor is a 9-es versben így szól, és nevelei Jahua Elohim a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest, és eledelre jót, az élet fáját és a kertek közepette, és a jó és a gonosz tudásának fáját. Ez a szó tekintetre kedvest, ez a szó a hamad, ami ugye annyit tett, ezt megfejtettük, hogy kívánni valamit, vagy pedig gyönyörködni valamiben. Úgyhogy az első előfordulásra nem azt jelenti, hogy kívánni valamit, sokkal inkább az, hogy valami kívánatos. Valami, amit az ember, amire áhítozni tud a későbbiekben. És meg fogjuk nézni a második előfordulását a szónak, és ez pedig Bereshit 3-as fejezet, és látta az asszony a 6-os versben, hogy jó a fa elederes, hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakaszta azért annak gyümölcséből is evék, és ad a vele levő férjének is, és az is evék. Ez a szó kívánatos az a fa bölcsességért, ez lesz a mi szavunk hamát. És látjuk azt, hogy az első két előfordulása az eléggé hasonlatos, mégpedig valamiféle vágyakozást, áhítozást jelent, valami, ami kellemes, és ami az ember csábítja valamerre. Úgyhogy megértetjük azt, hogy miért nem akarja a Teremtő, hogy bármit is kívánjon az ember ilyen formában, hiszen ez volt a kezdet kezdetén a leges legnagyobb probléma, és folyamatosan az egyik legnagyobb, különösen a mai világban. Úgyhogy kívánatos az a fa, ez pontosan ez a szó. Ha már az érdekességeknél tartunk, akkor szerintem, aki nagyon figyel, észrevesz egy párhuzamot, egy Yahukanon második fejezet, illetve Bereshit harmadik fejezet között, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. Úgyhogy ha összevetjük ezt a könyv leges legelejével, a bűnbeeséssel, látjuk azt, hogy a világ az a test kívánsága, ugye ami a jó az elederre, hogy kívánja a test, hogy kielégítse ezt a szükségletét. A szemek kívánsága, kedves a szemnek, illetve az élet kérkedése, azaz a büszkeség, kívánatos az a fa bölcsességét, hisz a tudás, a bölcsesség az, ami az embernek aztán elveszi az eszét, és tulajdonképpen a tudás az, ami megbolondította az egész világot, ha körülnézünk, hiszen mindenki, legalábbis az emberek túlnyomó többsége megőrül a tudományért, ami nem más, mint egy hazugság. Ezt a taktikát használja az ellenség a kezdet kezdetétől, és ez a párhuzam egy Yahukanon második fejezet, illetve egy Mózes 3-as fejezet között. A test kívánsága, ugye a jó az az eledel, a szemek kívánsága, kedves a szemnek,
illetve az élet kérkedése, ami ugye kívánatos a bölcsességet, hogy az ember a tudással tudjon aztán kérkedni. És erre figyelmeztet le, ebben az írásában, az egy okon a második fejezetben, hogy ezek a dolgok nem a teremtőtől vannak, hanem ezek a dolgok a világból vannak, és ezek a dolgok akkor kúsztak be az emberiség életébe, amikor a bűnbeesés megtörtént, azzal, hogy nem engedelmeskedtek a parancsnak. Ez a parancsolat tulajdonképpen visszavezethető erre a három körre, amit Jakukonon nagyszerűen leír úgy, hogy a test kívánsága, a szem kívánsága, azaz a bujaság, ilyen vagy olyan formában, illetve az élet kérkedése, azaz a tudás utáni vágy. Erre a három, ebben a három körben jelenik meg maga az, amire figyelmeztet második Mózes, illetve ötödik Mózes, azzal, hogy ne kívánj semmit, amit nem a tiéd. És bár lehet, hogy elsőre nem tűnik annyira fontosnak számunkra, mint az összes többi, vagy annyira egyértelműnek, egy nagyszerű példával illusztrálja ezt. Jahusa, azaz Józsué 6-os fejezetben, ez természetesen Jerikó története is az, ahogyan Izrael fiai bevették Jerikót, ugye 7 napig körben jártak, megfújták a trombitákat, és végül a 7. napon leomlott Jerikó fala, azután bevették a várost, és így figyelmezteti őket Jahua. 17-es versben. És legyen a város maga, és minden, ami benne van, teljesen Jahuának szentelve. Minden, ami a városban van, Jahuának legyen szentelve. Ez a parancsolat. Ugyanúgy, ahogy az elején az volt, hogy ne egyél a fából, a probléma mi volt? Az, hogy kedves a szemnek, kívánatos a bölcsességért, és az, hogy jó az eledelre. Ez volt a probléma. A test, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. Tehát minden Jahuának legyen szentelve, csak a parázda Ráháb maradjon életben, és ő és mindazok, akik vele vannak a házban, mert elrejtette a követeket, akiket küldöttünk volt. Ugye a parancsolat egyértelmű, hagyják Ráhábot életben, és minden egyéb Jahuának legyen szentelve. 18. Mindazonáltal ti óvjátok meg magatokat teljesen a szentelt dolgoktól. Megismétli ugyanazt, hogy ne legyen félreértés. Óvjátok meg magatokat teljesen a szentelt dolgoktól. Miért? Azért, mert minden Jahuának van szentelve. Hogy miután szentelitek, el ne vegyetek a teljesen szentelt dolgokból. Harmadjára is megismétli, hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt. Ez azt hiszem, hogy nem szorul magyarázatra, teljesen egyértelmű, hogy miről van szó. Minden Jahuának legyen szentelve, és ezekből a szentelt dolgokból el ne vegyetek, és óvjátok meg magatokat teljesen ezektől a dolgoktól. Jahusa 7-es fejezetben azonban nézzük meg, hogy mi történik az ostrom után. De a Jesel fiai hűtlenül bántak vala a teljesen szentelt dolgokkal, mert elvőn a teljesen szentelt dolgokból Ákán, Kárminak fia, aki Zabdi fia, ki az Éra fia, Júda nemzetségéből, felgerjedve azért, hogy a Huának haragja Izrael, vagyis Izrael fiai ellen. Ugye nem tartották be a parancsolatot, hanem ez a karakter elvett a szentelt dolgokból. Nézzük, hogy mit is jelent ez, hogy felgerjed a harag. Hogy derült ki? Úgy, másik vers, küldte ugyanis Jahusa férfiakat Jerikóból Aiba, amely Betaven mellett van, Beteltől napkelet felé, és szól a nékik mondván. Menjetek fel, kémleljétek ki azt a földet. Ezek elmentek, kikémlelték. Visszatérnek, és megmondták, hogy kevesen laknak ott, és egyszerűen el tudják őket intézni. Ne fárasztod oda az egész népet, hiszen kevesen vannak azok. Felméne azért oda a népből, mint egy 3000 ember, de elfutának Ai férfiai elől, azaz vereséget szenvednek, és megölének közülük Ai férfiai, mint egy 36 férfit, és üldözik őket a kaputól kezdve egészen Sébarimig, levágták őket a lejtőn, azért megolvad a népnek szíve, és lőn olyaná, mint a víz. A probléma ugye az lett, hogy kikémleltek egy területet, megtámadták, és vereséget szenvedtek, és nem értették utána később, hogy ez miért van. És így szól Jahuva a 11-es versben. Védkezett Jesrael, és általhágták a szövetségemet is.
melyet rendeltem nékik, mert elvettek a teljesen szentelt dolgokból is, és loptak is, és hazudtak is, és edényeik közé is dugdostak azokból a dolgokból. Azaz, mi történt? A test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése úrrá lett ezeken az embereken. Elvettek azokban a dolgokban, megszegték a parancsolatát, loptak, hazudtak, és elrejtették ezeket. Ezért nem bírtak megállni a saját fiai az ellenségeik előtt. Ez volt a probléma. Nem leszek többé veletek, ha ki nem veszitek magatok közül azt a szentelt dolgot. Ugye, először jött a kívánság, maga az, hogy ezek az emberek nem tudtak ellenállni, a test, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. Ennek a következménye az lett, hogy áthágták az ő parancsolatát, utána áthágtak további parancsolatokat, hiszen loptak, hiszen hazudtak, aztán ezeket el is rejtették. Azonban ez nem azt jelenti, hogy nincs visszaút ebből, egész egyszerűen mindennek megvan az ára az volt, hogy vereséget szenvedtek és nem bírtak megállni az ellenség előtt, most pedig vissza kell szolgáltatni Jahuának azt, ami az övé. Hiszen amennyiben nem bánja meg az ember és nem tér meg, akkor nem lesz vele többé Jahua. Így figyelmeztet a 13-asban, nem állhatsz meg a te ellenségeid előtt, míg el nem távolítjátok közületek a szentelt dolgot. Azonban visszaszolgáltatni nem is lesz elegendő, ezt fogjuk megnézni 15-ös, és lészen, hogy aki a szentelt dologban bűnösnek találtatik, tűzzel égettessék meg, és ő, és mindene, amilyen van, mivel hogy megszegte Jahuának szövetségét, és mivel alávaló dolgot cselekedett Jesrában, Izraelben. Úgyhogy a következménye igen súlyos. Összehívták az egész népet, a törzsek szerint, a 12 törzs szerint megtalálták a bűnöst, ugye Júda törzsében, Ákán, és így szól hozzá Jahusa, azaz Józsué. Fiam, adj dicsőséget kérlek Jahuának. Ez az első dolog, amit az ember tesz, mikor megbánja a bűnét és megtér. Jasál hatalmasságának, és tégy néki valást, és megvallja azt, amit tett. Ez a második. Add tudtomra kérlek nékem, mit cselekedtél, és el ne titkoljad előlem. Dicsőség Jahuának, és megvallani azt a bűnt, amit az ember cselekedett. Anélkül, hogy bármit is visszatartana. Ez érdekes lehet számunkra is, amennyiben tisztában vagyunk vele, hogy bármilyen jellegű bűntörvényszegést követtünk el. Ákán pedig így szól, bizony én vétkeztem Jahua ellen, Jasrael Istene hatalmassága ellen, és ezt s ezt cselekedtem. Elmondja, hogy hogy történt. A 21-es a legérdekesebb talán az egészből. Láték ugyanis a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst, 200 sikrus ezüstöt, és egy aranyvesszőt, melynek súlya 50 sikrus vala, és megkívántam ezeket, és elvevén ezeket, és ímé elrejtve vannak a földben, a sátoromnak közepén, az ezüst pedig alatta van. A probléma pontosan az volt, amire itt figyelmezte. Amennyiben az ember nem tud ellenállni ezeknek a kísértéseknek, amiket itt ír egy a második fejezet, a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése, annak következményei vannak, és Ákán ezt a bűnt követte el, ebbe a hibába esett. Azzal, hogy ezeket a tárgyakat megkívánta, és el akarta, magáival akarta tenni tulajdonképpen. Mellesleg a Hamad szó az természetesen ez a megkívántam ezeket itt. 24-es vers így szól, Jahusa pedig fogá Ákánt, az Éra fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyveszőt, az ő fiait és lányait, az ő ökreit, szamarait, juhait, sátorát, mindent, amilyen vala, és vele lévén az egész Jasal is vivék azokat Akkor völgyébe. És mondta Jahusa, miért rontottál meg minket? Azaz amennyiben az ember ezt cselekszi, akkor megrontja nem csak magát, hanem az egész közösséget, melyben él, de leginkább, amit látjuk, az ő közvetlen családját. Rontson meg téged a napon Jahua, és elboríta őt az egész Jasal kövekkel, és megégetik őket tűzzel, miután megkövezték vala. És megszűnék Jahuának
gerjedezése, haragja. Abban a pillanatban, amikor a gonoszt ugye kiirtották közülük. Látjuk azt, hogy mekkora problémát is jelent, amennyiben az ember nem tartja be ezt a parancsolatot, nem csak azért, hogy mi a következménye, hanem eltéríti az embert az útról, hiszen másfelé járnak a gondolatai, és nem azon, hogy hogyan tudná a teremtő útját járni. Valamint természetesen megszegi azt a parancsot, amennyiben megszegi, előbb-utóbb el fogja vezetni ez az érzés oda, hogy egyéb parancsolatokat is meg fog szegni. Erre utal a szó piktografikus jelentése. Körbe veszi azt az ajtót, ami a káoszba vezet, azáltal, hogy ezen gondolkodik, ezzel foglalkozik. Nagyszerűen bemutatja ez a történet azt, hogy amit Jehukonon tanácsol, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. Ez az, amit a problémát okozta a kezdet-kezdetén, amikor is ugye arról volt szó, hogy a jó a fa elederre, kedves a szemnek, kívánatos a bölcsességért. Akkor sem, és most sem képes az ember, illetve az emberek többsége ellenállni ennek az erőnek úgymond. Haladjunk tovább, és nézzük meg Misli 1-es fejezetben, 22-es vers, így szól: Miglen, szeretitek, ó, ti együgyűek, azaz ostobák, balgák, az együgyűséget, azaz az ostobaságot, a balgaságot, és gyönyörködnek a csúfolók, csúfolásban gyűlölik a balgatagok, a tudomány. Ez a szó, hogy gyönyörködnek, ez a mi szavunk, ugye hamad, ami ugyanaz, mint az, hogy ne kívánt, ez a kívánt szó, ez ugyanaz lesz itt, hogy gyönyörködnek a csúfolók a csúfolásban. Azaz elemészti őket ez a gondolat, ezzel foglalkoznak folyamatosan, ez a probléma, ezzel a hamad dologgal, mikor az ember ezt csinálja. A csúfolkodók, az ostobák, az együgyűek, a balgák, azok ebben gyönyörködnek, ebben lelik örömüket, ez az, ami felemészti őket. És gyűlölik ezek az emberek a tudományt. A tudomány természetesen Jahuának a szava, erről már számtalanszor volt szó. Ez a vers is nagyszerűen példázza, hogy nem csupán arról van szó, hogy valaki akar megszerezni, meg akar szerezni valamit, hanem annál azért többről, hiszen ebben leli örömét. Ez az, ami átjárja a gondolatvilágát, amivel hosszan foglalkozik, és ami átitatja az egész elméjét és lényét ennek az embernek. Gyönyörködik abban, amit meg szeretne szerezni. Egy újabb nagyszerű példa, ez Misli 6-os fejezet, 24-es verstől így szól, hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek. Ki a gonosz? Az, aki nem cselekszi Jahua törvényét. Az idegen asszony nyelvének hízelkedésétől. Ebben az esetben az idegen asszony bárki, aki nem az utat járja, bármelyik olyan személy, aki Jahua parancsolatain kívül él. Ezért figyelmeztet arra, hogy a gonosz asszony, aki nem a törvények szerint él, ez ugye többek között Ezékiel 18:20-21, vagy pedig Ezékiel, de az egész fejezet, vagy pedig Ezékiel 33-as fejezet többek között erről szól. Óvakodj ettől, aki nem az úton jár. Ne kívánd az ő szépségét szívedben. A test kívánsága és a szemek kívánsága, és ez az ember szívében jelenik meg, és meg ne fogjon téged a szemöldökeivel, ugye a szépségével. Mi is ez? Jó a fa elederre, kedves a szemnek. A test kívánsága, a szemek kívánsága. Ettől óv ismét. Ezúttal természetesen szó szerint, ugyanakkor mivel idegen asszonyt említ, később ebben látni fogjuk, hogy a báványimádás tekintetében átvitt értelemben is tudjuk ezt értelmezni. 26-os vers. Mert a parázna asszony, a parázna ugye ebben az esetben házasságtörőt jelent, erről szó volt a házasságtörés parancsolatnál, miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi felesége drága életet vadász. Ugyanis ezzel megszegi azt a parancsolatot, hogy ne járjon más felesége után, illetve ne létesítsen semmiféle kapcsolatot vele. Úgyhogy már szerintem most is kirajzolódik az a kép, hogy maga az, hogy ne kívánd, magába foglal
tulajdonképpen az összes előző parancsolatot egybe, hiszen amennyiben az ember kíván valamit, ilyen értelemben, ahogy itt szó van, hogy örömét leli, ezen gondolkozik, és az a képzeletvilága, a gondolatvilága e körül forog, ez el fogja téríteni, és arra fogja késztetni, ahogyan láttuk Ákán esetében is, hogy más parancsolatokat is megszegjen, és előbb-utóbb el fogja pusztítani nem csak magát, hanem akár másokat is az ő környezetében. Rákészteti az embert, hogy más parancsolatokat megszegjen. És az ellenség pontosan tudja, nem véletlen az, hogy ezért ezekkel a dolgokkal próbálkozik. Nagyszerű az, ahogyan összefoglalja 27-es, veheti valaki tüzet az ő kebelébe. Ugyanis az, ha az ember ezeken a dolgokon gondolkozik, és hagyja, hogy ez felemészse a gondolatvilágát, azzal tüzet vesz az ő kebelére, hogy ruhái meg ne égnének. Nem tud az ember úgy élni, hogy ez a gondolat van a fejében, vagy ilyen gondolatok vannak a fejében, anélkül, hogy abból problémái ne legyenek. Ezt hangsúlyozza ki példabeszédek Misli 6-os fejezet 27-27-ig. A test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése, ezek a dolgok nem az atyától vannak. Amennyiben hagyjuk, hogy elhatalmasodjon ez az érzés rajtunk, akkor az olyan, mintha tüzet venne az ember a kebelére, hiszen előbb-utóbb problémákat fog szülni. Jesajáhu 44-es fejezetben egy újabb tökéletes példát látunk arra, hogy milyen értelemben is használja ugyanezt a szót az írás. A bálványok csinálói mind hiába valók. A bálvány maga az hiába valóság. És kedvenceik mit sem használnak. Kedvenceik, ez a hamát szó, ami ugye itt ne kívánd, és láttuk, hogy milyen más értelemben is használja. Ez mindenképpen az, ami után az ember vágyakozik, és amitől segítséget vált, amit meg akar szerezni, amit ő valamire is tart, azonban ezek semmit sem használnak, ez hiába való, tanúik nem látnak és nem tudnak, és hogy megszégyenüljenek azok, akik erre az útra tévednek, azok fognak megszégyenülni. Ki alkotott hatalmasságot és bálványt öntött, amely semmit sem használ. Ímé minden barátaik megszégyenülnek, és a mesterek maguk is emberek. Gyűjjenek össze mind és álljanak elő, féljenek, szégyenüljenek meg együtt. Ugye, arra utal, hogy amit az ember a szívében kíván, amire áhítozik, amire vágyakozik, azok a dolgok, ebben az esetben a bálványok, azonban ha tovább visszük, akkor az ember bálványozhatja ugyanúgy a párját, a család, a gyerekeit, a pénzt, az autóját, a házát, a munkáját, a kormányt, teljesen mindegy. Amibe veti a hitét, az mind-mind az ő úgymond kedvencének minősül, az ő bálványának. Mindenki, aki nem a teremtőhöz fordul, nem beléveti a hitét, az kreál magának egy ilyen bálványt. Nem feltétlenül egy szobor az a bálvány, vagy egy kép. Erre utal itt. Ezek a dolgok, amiket ő valamire is tart. Így vélekedik róla, Jehova, ezek hiába valók, mit sem használnak, nem látnak, nem hallanak, semmit sem használnak. Miért? Azért, mert a vége az, hogy megszégyenül az az ember, a barátaik megszégyenülnek, a mesterek is, és megszégyenül, és szégyenüljenek meg. Nem véletlenül hangsúlyozza ki ezeket a dolgokat. Ugyanerről beszél egy Jehukanon második fejezetben. A testkívánság, a szemekkívánság, az életkérkedése nem Jahuától van, hanem a világból. Ezek számára mind haszontalan dolgok. Ő megadja mindazt, ami az embernek szükséges és kell, amennyiben az ember őt hívja, úgymond kedvencének, amennyiben őt kívánja, azt a viszonyt kívánja vele kialakítani, amit ő szeretne kialakítani minden egyes emberrel. Ez az, amit az embernek kívánnia kell. Nem pedig ezeket a hiába valóságokat, amik nem használnak, amik nem látnak, és nincsen semmi értelme, és a végén megszégyenül az ember, hiszen ha nem is az életben, akkor az ítéletkor mindenképpen. Mert rossz helyre tette pontosan a bizodalmát, és rossz dologra áhítozott egész életében. Erre figyelmeztet Ézsaiás. De ez a szó kedvenceik, ez hamad,
ugyanaz a kifejezés, mint itt ne kívánt. Ez pedig Mikás, Mika. Itt pedig így szól a második fejezet, abból is az első verstől. Jaj, azoknak, azaz, ez egy újabb felszólítás Jehuától, akik hamisságot gondolnak, és akik ágyas házukban gonoszságot cselekesznek. Ugye, ami következik ezután, az a hamisság és a gonoszság felsorolása. Úgyhogy az, aki meg akarja fejteni, hogy a brit házasában, az új szövetségben mi a gonoszság, mikor erről van szó, az egész egyszerűen vissza tud térni Mikeás vagy Mika második fejezethez, és itt fel lesz sorolva számára, hogy akik hamisságot gondol, gonoszságot cselekszik, azok a következő dolgokat teszik, és végrehajtják azt, mihelyt megvirrad, mert hatalmuk van hozzá, azok így cselekszenek. Megkívánják a mezőket, ez a megkívánják szó, ez hamad, amit eddig is vizsgáltunk, a mezőket, és elrabolják, és a házakat, és elszedik. Megkívánják a mezőt, és a házakat, és azokat magukévá teszik. Nyomorgatják a gazdát, és az ő házanépét, az embert, és az ő örökségét, azaz a fele barátjukat, és másokat nem tisztelnek, illetve úgy kezelnek, ahogy az nem elfogadható Jehova számára. Annak okáért ezt mondja Jehova, ímé én is gonosz gondolok e nemzetség ellen, melyből ki nem vonhatjátok a nyakatokat, és nem jártok kevéjen, mivel gonosz időlészen az. Mi is a probléma, mi is az, ami miatt hamisságot gondolnak, és ágyas házukban gonoszságot cselekesznek? A test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. A test kívánsága az, amit az ágyas házukban cselekesznek. Ez ugye a paráznaság és a házasság törésre utal. A szem kívánsága a mezők, a házak, és az, hogy nyomorgatják az embereket azért, hogy abból hasznot húzzanak. Mi a élet kérkedése? Az, hogy kevéjen járnak annak ellenére, hogy hamisságot és gonoszságot cselekszenek. Úgyhogy összefoglalja újra ugyanazokat a dolgokat, melyeket olvashattunk 1 Mózes Berasít 3-as fejezetben. Jó a fa eled erre, a test kívánságra, kedves a szemnek, a szem kívánsága, és kívánatos az a fa bölcsességért, ez pedig az élet kérkedése, ami ugye a kevésség, a büszkeség. Ugyan erre hívja fel a figyelmet Mika ebben a fejezetben. És a Tanákot lezárjuk ezzel, a negatív dolgokat a Hamad szóról. Ez egy érdekes megjelenése mindenképp. Tehelim 39-es fejezet 12-es, mikor a bűn miatt büntetéssel fenyítesz valakit. Mi a bűn? A bűn törvényszegés. 1 Jahukanon 1 János 3-4 a bűn törvényszegés. Mikor a bűn miatt büntetéssel fenyítesz valakit, elemészted, mint moly, az ő szépségét, ez a szó szépségét, ez a Hamad, ami ugyanaz, mint a ne kívánt. A 10 parancsolatban. Ez úgy használja, mint szépségét. Bizony, merő hiába valóság, minden ember, láttuk Ézsaiás, Jesiahu írásában hányszor említette azt, hogy hiába valóság mindaz, amit az ember kíván, ami nem az atyától jön, ami nem tőle van, az bizony mind hiába valóság. És a szépség, ez az egyik ilyen dolog. Azért írja, hogy szépség, hiszen ez a kevésséget foglalja össze, a kérkedést, a szemek kívánságát és a test kívánságát. Azt a problémát, ami a kezdet kezdetétől fennáll. Elemészti ezt az embert, Jahua, mint a moly. Ahogyan a moly is elrágcsálja azt a ruhát, és előbb-utóbb teljesen eltünteti. Ezt a szépséget elemészti, hiszen hiába valóság minden ember. Hiszen amit az ember cselekedni tud, az gyakorlatilag nulla. Amennyiben az ember együttműködik Jahuával, a teremtővel járja az utat, az ő dicsőségét hirdeti, akkor és kizárólag akkor van az embernek bármiféle jelentősége. Amúgy hiába valóság. Nézzük meg, mi az, amit az embernek kívánnia kellene, illetve lehet kívánni. Ez Tehelim 19-es fejezet. 8-11-ig így szól. Jahuának törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, Jahuának bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Jahuának rendelései helyesek, megvidámítják a szívet, Jahuának parancsolata világos,
megvilágosítja a szemeket. Jahuának félelme tiszta, megáll mindörökké, és Jahuának ítéletei változhatatlanok, s mindenestől fogva igazságosak. Ezek a dolgok azok, melyek kívánatosabbak az aranynál, még a sok szín aranynál is, édesebbek a méznél, még a szín méznél is. Ez az, amit az embernek kívánnia kellene, amiben gyönyörködnie kellene, ahogyan a szó definíciója mutatja, gyönyörködnie kellene benne, áhítoznia kellene utána, ez az, amivel át kellene, hogy az ember itassa az elmét a helyet, amivel a legtöbben sajnos átitatják. Még annyit hozzátennék, hogyha mindezek a dolgok tökéletesek, biztosak, az a szilárdak, bölcsé teszik az embert, helyesek, világos, ez az, ami ugye Misli példabeszédek 6.24, azt hiszem a parancsolat lámpás, akkor ha ez a lámpás, ez világosítja meg a szemeknek az utat, ha a félelme tiszta, és mindörökké megáll, ha az ítéletei változhatatlanok, akkor hogy gondolhatják azt ma a keresztények, hogy megváltoztatták? Mikor itt írja le, hogy nem lehet megváltoztatni. És ez mind nagyszerű az embernek. Kívánatosabb az aranynál, édesebb a méznél, tökéletes, biztos, helyes, világos, tiszta, igazságos. Akkor miért kellett volna bárkinek is eljönni, hogy eltörölje? A probléma nem az volt, hogy a törvény nem volt jó, a probléma mindig is az emberekkel volt. Az, hogy az a kívánás, az az áhítozás, vágyakozás, az a gyönyör nem ebből jött, hanem abból, ami nem az atyától van. Ez pedig Misli, 21-es fejezet, 20-as verstől így szól. Kívánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában. Ez a kívánatos kincs, a kívánatos, ez a hamád szó, ami ugye itt úgy szerepel, hogy ne kívánd, míg itt valami, ami kívánatos, amit az embernek áhítoznia kellene, hogy elérje, amit óhajtania kellene, amire vágyakoznia kellene az embernek. Nézzük meg, hogy mi is ez. Kívánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában. Meg fogjuk nézni, hogy ki a bölcs. A bolond ember pedig eltékozolja azt, aki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot, tisztességet. Nyilván ez az igazság, tisztesség, irgalmasság nem az értelmező kézi szótárból fog megérkezni, hanem ahogy az előbb olvastuk, Zsoltárok 19, Jahuának ítéletei változhatatlanak, s mindenestől fogva igazságosak az ő törvénye, bizonyságtétele, rendelései, parancsolata, és az ő félelme és ítéletei, ez együttesen az igazság. Ez az, amelyek kívánatosabbak az aranynál és a méznél, ugyanúgy, ahogy Salamon is ezt írja, hogy kívánatos kincs, kenet van a bölcsek házában, aki követi az igazságot, azaz törvények, bizonyságtételek, rendelések, parancsolatok, ítéletek szerint él Jahua félelmével. A hősök városába felmegy a bölcs, és lerontja az ő bizodalmoknak erejét. Mi volt ez a bizodalom, amiről az előbb is olvastunk, hogy ki hova helyezi a bizodalmát. Valaki Jahuába, valaki pedig a világba. Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól. Azaz érdemes gondolkodni, mielőtt az ember beszél. A kevés dőfösnek csúfoló a neve, aki haragjában kevéséget cselekszik. Az élet kérkedése. Kívánatos az a fa bölcsességért. És a kevés dőfösnek csúfoló a neve, haragjában kevéséget cselekszik. Ugyanazt láthatjuk itt is végigvonulni, ahogyan láthattuk Peresít 3. fejezet, illetve Egyehukanom 2. fejezet. Ki melyik oldalt választja? Az egyik az igazságot választja, a másik viszont saját magába veti a bizodalmát, hiszen ezért mondja azt, hogy hős, hiszen a hős az, aki a saját erejéből próbál boldogulni. Úgyhogy nagyszerűen bemutatja azt példabeszédek, hogy az a kívánatos, ami Jahuától jön, az pedig hiába való, ami a világból jön. Úgyhogy aki abba veti a bizodalmát, aki azt kívánja,
aki azért áhítozik, arra vágyakozik, az mind hiába valóságot csinál. Nézzük meg villámgyorsan, hogy mit ír az úgynevezett új szövetség erről, ez Márk 7-es fejezet. És természetesen Jehusák másiák beszél, mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok. A házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, azok, azaz, amit az ember kíván a világból. Gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, azaz irítség, káromlás, kevésség, bolondság. Mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert. Ugyanis a telhetetlenség az ember szívéből származik. Ezért mondta az, hogy ne kívánd, hiszen amennyiben az ember elkezd ezzel a gondolattal foglalkozni, onnantól kezdve az bele issza magát az ember szívébe, és bele fog az ember gondolatvilágába kontárkodni, és ez elfogadhatatlan Yahuwah számára, hiszen ezek a dolgok nem tőle vannak. Erre figyelmeztet a megváltó. Gyönyörűen összefoglalja ugyanezt Lukács 16-os fejezetben, 13-as vers. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Az egyik Yahuwah, a másik a világ. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhattak Elohimnek, és Mammonnak. Hallák pedig mindezeket a farizeusok, kik pénzszeretők valának. Ez a pénzszeretők, ugye azonos azzal, aki a test szerint él. És csúfolák őt, ahogy láttuk, a kevés ember az, aki csúfolódik. Ez az, amire figyelmeztet a történet 1 Mózesben, illetve a Hukanon is figyelmeztet rá az élet kérkedése. Ők csúfolják őt. Erre figyelmeztet. Ő pedig így szól, ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok, de Elohim ismeri a szíveteket. Teljesen mindegy, hogy az ember milyen képet mutat magáról, a Teremtő látja azt, hogy mi van az ember szívében. Mert ami az emberek közt magasztos, az élet kérkedése, kívánatos a bölcsességért, az Elohim előtt utálatos, mert nem tőle van. Ő pedig ilyenek voltak. Ez pedig Saul Rómaiakhoz írt levelének 7-es fejezete így szól. Mit mondunk tehát a törvény bűné, azaz bűn-e a törvény szerint élni? Távol legyen, azaz nem. Akkor miért mondja mindenki, hogy ő így e szerint írt? Nézzük tovább. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. A törvény az, ami megmutatja, hogy mi a bűn. Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjat. Hol mondja? 2. Mózes 25, Mózes 5, ne kívánt. Erre utal vissza. A törvény az, ami megmutatta neki, hogy hogyan kell élni, mi az, amit tennie kell, mi az, amit a Teremtő elvár tőle. Miért is gondolja bárki, hogy ő ez ellen beszél? Ha eltörli ezt a törvényt, akkor onnantól kezdve bármit lehetne csinálni. Erről beszél itt, hogy a törvény nem bűn, egyáltalán nem, sőt távol legyen. Inkább a törvény az, ami megmutatja, hogy mi a bűn, hiszen megmutatta neki, hogy a kívánság, az, ha az ember kíván valamit, az is bűn. De a bűn az alkalmat vévén a parancsolat által nemzet benne minden kívánságot. Mert a törvény nélkül volt a bűn. A bűn az, ami erre készteti, és a parancsolat által válik nyilvánvalóvá, hogy az ember bűnt követel. És a bűn az, ami mindenféle kívánságot nemz az emberben, hiszen a test kívánság, a szemek kívánsága, az élet kérkedése a világból van, és nem az atyától. Az atyától a törvény van, ami megmutatja, hogy mi az, ami a világtól van. Mert a törvény nélkül holt a bűn. Ha nincs törvény, akkor nincsen bűn. A kívánság az alapja, ez a vágyakozás, ez a vágyódás, ez a gyönyörködés az alapja a legtöbb törvényszegésnek. Ezért foglalja össze nagyszerűen a 10-es parancsolatban. Ugyanúgy, ahogy mindvégig erre figyelmeztetett.
vagy a törvényt választja az ember, ami az atyától van, és üdvözül, vagy pedig a világot választja, és a bűnt, ami az ellenségtől van. Első Korintusi 5-ös fejezetben így ír Saul. Azt írtam néktek a ma levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok. Visszautal egy korábbi levélre. Ahogyan mindig, ezek a levelek válaszok bizonyos kérdésekre és korábbi levelekre. Ezt mindenkinek érdemes észben tartani, mikor próbálja elemezni Saul írásait. És abból messze menő következtetéseket levon, hogy nekünk nem kell csinálni bizonyos dolgokat. Ezek levelek, és mindössze levelek. Úgyhogy én nem helyezném őket a Hua törvényei, vagy a megváltó szava fölé vagy elé. Ezért is hangsúlyozza ki, hogy ezek levelek. Szóval, de nem általában e világ paráznáival, csalóival, ragadozóival vagy báványimádóival, nem a világ embereire gondol, mert hiszen így ki kellene a világból mennetek, hiszen így el kellene távolodni az embernek, és egyedül élni az erdő közepén. Hogyha e világ gonosztevőiről beszélne, a ragadozó mellesleg a ne kívánt, illetve a kívánásról szól. Azzal, aki mindent meg akar magának szerezni. A parázna, a házasságtörő, vagy aki erkölcstelen életmódot folytat, a csaló, aki hazudik, vagy megtéveszi a másikat, a ragadozó pedig az, aki mindent magának akar, aki kíván mindenféle dolgot, aki áhítozik, aki nem tud parancsolni ennek. Báványimádó az pedig egyértelmű. Nem e világ, most az azért azt írom nétek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafilétére parázna. Az, vagy csaló, vagy báványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. Az, aki azt mondja, hogy ő járja az utat, aki úgymond fele barátunk ezen az úton, és ennek ellenére így viselkedik. Arra hívja fel a figyelmet, hogy azzal ne. Ne is egyen együtt. Érdekes az, hogy az egyik ezek közül, a tulajdonságok közül az, aki mindenféle dolgokat kíván és magának akar. Érdekes, ahogyan a másik fordítás megfogalmazza mindezt, ott ugyanis pénzimádónak hívja, vagy az, akinek a pénz a mindene. Itt pedig ragadozó. Az, aki e világ urának szolgál, aki tért erről az útról. A test, a szemek kívánsága és az élet kérkedése a világtól van. Erre figyelmeztet Saul is, hogy ilyen emberekkel ne legyen az emberek társasága. Miért? Azért, mert megfertőzik a gondolatvilágát. Azzal, ami belőlük árad. És azáltal, hogy atyafiak, azáltal, hogy az úton járnak, úgymond, azáltal könnyebben beférkőznek az ember gondolatába. Hiszen a világ embereiről az ember tudja, hogy legalábbis jó esetben, hogy nem érdemes velük foglalkozni. Azonban az, aki úgy él, látszólag, mint egy atyafi, vagy mint egy felebarát, mint a farizeusok, akik ugye pénzimádók voltak, az könnyebben beférkőzik az ember gondolatvilágába, az ilyennel együtt se egyetek. 1 Korintusi 14-ben így ír Saul, azért atyám fiai, törekedjetek a profétálásra, tehát vannak dolgok, amire az ember törekedett, amit kívánhat, amiben gyönyörködhet, mindezek a dolgok, amik az atyától jönnek. Profitása és a nyelveken szólása tiltsátok. Mindenek ékesen és jó renden legyenek. Ugye bizonyos dolgokra törekedhet az ember, erről írt Zsoltárok könyve szintén. Minden, ami a Huától jön, ugye Zsoltárok 19-es, 8-astól, a törvény, a bizonságtétel, a rendelés, a parancsolat, az ítélet és az ő félelme, ezek kívánatos dolgok. Ugyanúgy, ahogyan Saul is azt mondja, hogy a profétálás, vagy a nyelveken szólás, vagy pedig a rend és a békesség, azok olyan dolgok, amikre törekedni kellene az emberek. Kolosséiakhoz írt levelében ezt tanácsolja Saul, öldököljétek meg azért ti a földi tagjaitokat, azaz a földi embert, azt az embert, aki a világból való. A paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, a gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami báványimádás. A gonosz kívánság és a fösvénység az egyenlő a báványimádása. Miért? Azért, mert amikor az ember ezeket a dolgokat kívánja,
akkor máshova helyezi az ő bizalmát, és nem az atyába, hanem a világba. Hiszen meg akarja szerezni azokat a dolgokat, amelyek a világtól valók. Amik materiális tárgyi dolgok, akár pénz, akár egy partner, vagy gyerek, család, vagy egy autó, tudás, teljesen mindegy, hogy mi az. Munka. Nem arról beszél, hogy nem lehet törekedni arra, hogy az embernek jobb élete legyen, vagy az ember fejlődjön, vagy biztosítsa a család számára, stb. Maga számára megélhetés. Egyáltalán nem erről van szó. Arról van szó, mikor ez átvált egy másik fajta gondolatvilágba, amikor az ember abban gyönyörködik, amit meg akar szerezni, mikor az egész szívét átjárja ez az érzés. Ezért mondja, hogy gonosz kívánság fösvénység. Ezért mondja, hogy báványimádás, mert a bávány ugye hiába való, erről írt Ézsaiás a 44-es fejezetben. Az hiába valóság. Az nem tud beszélni, nem tud semmit csinálni, az nem tudja megmenteni az embert. Meg szégyenül a végén az ember, hiszen máshova helyezte a bizodalmát. Erre figyelmeztet ugyanitt Saul. A gonosz kívánság, a fösvénység az egyenlő a báványimádással. Aki a kívánság parancsolatának nem tud ellenállni, az előbb-utóbb több másik parancsolatot is kénytelen lesz megszegni. Ugyanúgy, ahogy Ákán, ugye lopott, utána csalt, hazudott, és utána meghalt. Ugyanúgy az ember a báványimádást is már egy idő után el fogja követni. Még akkor is, ha nem is tudja, hiszen nem tudja, hogy ő így gondol ezekre a dolgokra, amik a világból érkeznek. Mi a következmény ennek? Melyek miatt jő Elohim haragja az engedetlenség fiaira? Melyekben ti is jártatok régebben? Parázaság, tisztátalanság, bujaság, gonosz kívánság, fösvénység, ami báványimádás. Régebben, mikor éltetek azokban? Miért? Azért, mert a világból valók voltunk még akkor. Azonban ezt levetkőzi az ember, és azokban a dolgokban él, melyek Jahuától vannak, az atyától. Érdekességként még azt kiemelném itt, hogy a tisztátalanságot még itt is megemlíti Saul. Az, aki azt gondolja, hogy ehet tisztátalan élőlényeket, és tiszta marad, az valahogy nagyon el van tévedve. Ha ő azt mondja, 3 Mózes 11-ben, hogy a disznó, a nyúl, a hörcsög, a vakond, a csiga, meg a mit tudom én mi, ez mind tisztátalan, és tisztátalanná tesz, akkor hogy lehet az, hogy felhívja a figyelmet, hogy a tisztátalanságot vetközi, ennek ellenére az emberek tovább eszik. Mikor itt figyelmeztet rá. De mivel ez nem a téma, ezért csak ennyit erről jelenleg. Ezt nem hagyhattam ki első Timóteushoz 6-os fejezet, mely így szól. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek. Melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Szintén visszautal oda, hogy ne kíván. Kísértésbe esik, csapdába esik, értelmetlen dolgokat csinál, és el fogja emészteni az egész lelkét, illetve a szívét, és az elmét ez, hogy vágyakozik azután, hogy megszerezze azt, amilyen nincs, és ami ráadásul a világtól való. Erre figyelmeztet visszautalva a 10. parancsolathoz. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, az, ami káros kívánságba sodorja az embert. Mi is ez? Báványimádás, hiszen az ember a pénzbe veti a bizalmát, nem pedig Jahuába. Járnia kellene az utat, és ő majd biztosít mindent számára, amire szüksége van, mely után sóvárogván, azaz káros kívánságba, azaz kívánja az ember, ami a világból való, a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése, ezután sóvárog, némelyek eltévejedtek a hittől, hiszen az ember vagy ezt szolgálja, vagy azt szolgálja, ahogyan a megváltó is mondta. Vagy a huát szolgálod, vagy mammont, választanod kell a kettőből egyet. Azonban nem tudja mindkét utat járni az ember. Erre figyelmeztet, hogy
sóvárogni dolgok után, és a világ dolgait várván, az eltévedik az az ember a hittől, hiszen ez át fog csapni báványimádásba, ahogyan azt megmutatta, és magukat által szegezték sok fájdalommal. De te, ó Elohimnak embere, ezeket kerüld, hanem kövessed. Nézzük meg, hogy mi az, amit az embernek tennie kellene, amit Saul tanácsol. Hogy mit tegyen az ember, ahelyett, hogy a világot szolgálja, hogyan lehet azokat a dolgokat keresni, amik az atyától érkeznek. Kövessed az igazságot. Mi az igazság? Törvények, bizonságtételek, rendelések, parancsolatok, ítéletek és Jehova félelme, mindenestől fogva igazságosak és változhatatlanok, ezek kívánatosabbak az aranynál. És a Zsoltárok könyve ugyanazt írja, amit Saul tanácsol. Kövesd az igazságot, ezt kívánjad, ne a világot, és ne a világ dolgai után sóvárog. Az igaz félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést és a szelídséget. Ugyanezt írta a Zsoltárok 19. Elohim, Jahua félelme és az összes ő beszéde az igazság. A hit a remélet dolgokba vetett hit, és a szeretet, a békességes tűrés és a szelídség. Ezek azok, amiket az embernek kívánnia kellene a világ helyett, ami az atyától van. Erre figyelmeztet Saul. Ezzel pedig befejeztük a 10 parancsolat tárgyalását. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, és segített abban, hogy jobban megértsük azt, hogy több van abban, ami először az ember szemét megüti, és ugyanúgy, mint mindig, az, hogy ne kívánt is sokkal mélyebbre hatol, mint sem az, hogy valaki egész egyszerűen csak meg akarja szerezni valaki másnak a tulajdonát. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!